Üdvözletre köszöntöm a megjelent versenyzőinket, felkészítő tanárait és az iskolák vezetőit. Külön tisztelettel köszöntöm a kapitányságunk vezetőit, Bajári Attila rendőrezredest. Valamint Rafael István, a mezőkövetőt. Kapitányságunk 2016 áprilisában ismételten és már második alkalommal rajzési irodalmi pályázatot hirdetett meg a Városi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Újvárosi Iskolája és a Karcagi Szakképzési Centrum Vezetői Szakiskolája és Kollégiuma diákjai részére. A rajzpályázat témái az Én biztonságos kerékpárom, illetve Figyelmesen a nyári szünetben is, míg az irodalmi pályázaté pedig a biztonságos szórakozás volt. A fenti témákkal szerettük volna a gyermekek figyelmét felhívni a biztonságos közlekedésre, és így a tanév vége felé az esetlegesen nyáron rájuk leselkedő veszélyekre. Mind a három témában számos pályamű érkezett, összesen mintegy 57 darab, melyek közül kategóriánként az első három helyzet került díjazásra, valamint a helyi Róma Nemzetiségi Önkormányzat felajánlásával pedig további három külön díj kerül átadásra, illetőleg van egy anonim felajánlásunk is, ez is érkezett a kapitányságra, ezúttal is köszönjük nagyon szépen ezeket a felajánlásokat. A beérkezett műveket egy bizottság bírálta el, melyben részt vett Rafael István, a Róma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Takács Győző tanár úr és Keresztesiné Bácskai Melinda tanárnő, illetve Cif Csabáné közfoglalkoztatott. A zsűri lelkes munkáját ezúttal is köszönjük szépen. Ezt követően pedig nyilván rátérnénk a rendezvény legizgalmasabb részére, a díjak átadására, melyre felkérném az ötletű kapitányság vezetőjét, Bajári Attila rendőrezredes urat. Kérem, hogy a nyertesek üljenek ki és vegyék át az oldaleket, valamint a díjakat. Az első kategóriában, az alsó tagozatos rajzpályázatnál, melynek címe az Én biztonságos kerékpárom, és itt a harmadik helyezett Rafael áll, kérem, hogy üljön ki. Második helyezett lettén a témában Varga Zoltán, és helyette minden betegségem ilyen támogatott. Illetve első helyezést ért el Szabó Kristóf. Felső tagozatosok már meghirdetett Figyelmesen a nyári szünetben is rajzpályázat harmadik helyezettje Szőke Ferenc. Második helyezett Rafael Gizella. És első helyezést ért el Rafael Vanessa. Középiskolában szórakoz biztonságosan című irodalmi pályázat harmadik helyezettje Puzsó Máriza. Második helyezett Simon Mária. És első helyezést ért el második alkalommal Bálint Kocsi. Illetőleg felkérném Rafael István az elnök helyettesítésében, hogy adja át a kormányzatát a feladatát. Külön díjakat. Nikita Nikolett részére, alsó tagozatos diák részére, aki helyett, aki nincs itt, és aki is mindenben átadja a kérdést.
Oláh Krisztina részére. És az irodalmi pályázaton pedig Szonda Viktória nyert. És van nekünk még egy anonim felajánlás, ami érkezett, ez pedig nyerte Rafael Nikolát. Ezzel az ünnepélyes díjátadó eredmény hirdetésének igen gyorsan a végére is értünk. Köszönjük szépen az aktív részvételt, a felkészítő tanárok lelkes és lelkiismeretes munkáját, és tisztelettel megkérném vendégeinket, hogy fogyasszanak bátran itt a megterített asztalról. És akkor egy kis kötetlen beszélgetéssel tud egy kicsit folytatni, miért nem lehetnék. Gratulálok, illetőleg hátul meg lehet nézni a nyertes pályaműveket. A Mezőtúr Újvárosi Általános Iskolából érkeztem ide, a rendőrségi rajzpályázatra. Első helyezést értem el, a rajzomat ceruzával készítettem el. Felkészítő tanárom Nagy Ferenc volt, segített sok mindenben. A rajz címe nyári szünetben is biztonságosan. A rajzóra annyit kell tudni, hogy próbáltam minél színesebbre, ötletesebbre, díszítéssel, próbáltam minél egyediben kontúrozva, ahogy tudtam megcsinálni. És miután a rajzpályázattal készen lettünk, eredményhirdetésre most eljöttünk, első helyezett lettem, és a versenyen nagyon jól éreztünk itt magunkat, mert a díjkiosztó nagyon jó volt. Nagyon jól fogadtak minket, és ennek örültünk. 10.000 forintos utalványt kaptam a papírról szállt boltba, és ez jó. Ennyit szeretnék csak mondani, köszönöm szépen. A Mezőtúri rendőrkapitányságon vagyunk. Díjkiosztón, Pusam a Elizabeth, én Sima Mária vagyok, Szonda Viki, meg Bálint Fruzsi. Bálint Fruzsi lett az első helyezett, kapott egy oklevelet és egy 10.000 forintos utalványt, amit beválthat papírboltba vagy számítógépes boltba. Én lettem a második helyezett, kaptam egy 8.000 forintos utalványt, és ugyanoda beválthatom. Eliz lett a harmadik helyezett, kapott egy 5.000 forintos utalványt, Viki meg külön díjas lett, és kapott egy bluetooth-os zenedobozt. A biztonságos bulizásról kellett írnunk. Hogyan bulizunk biztonságosan úgy is, hogy nincsenek velünk felnőttek, vagy épp olyan helyen vagyunk, ahol még eddig nem jártunk. Én arról értem, hogy vigyázzunk a drogokkal, és itos állapotban ne üljünk kocsiba, és ilyesmik. Én is ilyesmikről. Figyeljünk arra, hogy az italunkat ne hagyjuk ott sehol, már belekeverhetnek valamit. Ha autóval, vagy esetleg motorral megyünk, egyáltalán együnk, mert balesetet okozhatunk, figyeljünk a körülöttünk lévő emberekre, főleg, hogyha barátaink vagyunk, azt ennyi.